Kubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke, szeretné gyermekeivel és unokáival tölteni a szentestét, de ez a létszámkorlát miatt most nem lehetséges. Azt azonban nem szeretné, ha idén nem kóstolnák meg felesége által főzött, sütött hagyományos ételeket, így mindenkihez időben eljutatják azokat. A jelenleg járványügyi helyzetben a három gyermeke, a 11 unokája és egy dédunokája most nem ül körbe szenteste a Hubai Imre családi asztalát. Máskor mindig össze szokott jönni a család együtt, és hogy együtt ünnepeljük a szentestén, de most úgy készülünk, hogy tulajdonképpen azokat az étkeket elkészítjük, a halászlé, a pulykasült, a mákos beigli, ezeket a étkeket elkészítjük, és a család tagjainak elosztjuk. És hát közösen, külön-külön tudunk összejönni, tehát együtt a család nem tud, nem is tervezzük, hanem külön-külön a család a megfelelő étkek, és akkor éjfélkor megfelelőképpen egymást felhívjuk, beszélgetünk, és tehát a családtagok külön-külön felkeressük egymást, és egy-egy család fog így részt venni. Tehát az étkék azok a szokásosak lesznek, a család pedig kiki a saját házába, lakásába fogja megvalósítani. De nem jelenti azt, hogy nincs az megfelelő összetartozás a családon belül, hiszen mindig is így szoktuk csinálni. Voltak szegényebb évek, amikor nem tudtunk így összejönni, de most az összejövetelt a betegség gyanúja, illetve veszélye tartja vissza, és így külön-külön fogjuk megtartani, de ami közös, az a együttérzés, ami közös, az együtt étkezés, meg hát az együtt beszélgetés telefonon keresztül, illetve videón keresztül is meg tudjuk oldani, tehát mindenképpen törekszünk arra, hogy a töretlen együttlét meglegyen, még ha nem is a fizikai értelembe véve, hanem a technikai háttér igénybevételével, lehetőségének biztosításával. És ilyenkor nagypapa, nagymama az unokáknak személyre szabott ajándékot ad, vagy mindenkinek van egy kívánságlistája? Hát részben évközben a kívánságlista az felszínre kerül, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, és ennek megfelelően fogjuk a ajándékcsomagokat elkészíteni, és eljutatni a család tagjainak. Tehát tulajdonképpen a kívánságlista alapján, de van egy másik dolog, amit mi orientálunk a mamával, hogy ha nem is kérték, mert tudjuk azt, hogy mi kell ahhoz, hogy orientáljuk a családot olyan értelemben, hogy megfelelően szerényen, de nagyszerűen tudják kihasználni azt a lehetőséget, ami a család összetartozását jelenti, és a gyerekeknek az érdekeit, illetve a gyerekek igényét próbáljuk orientálni olyan szinten, olyan irányba, hogy az megfeleljen a család régi felfogásának, illetve hát, hogy a családban van görögkatolikus, katolikus, református, és hát így ezek a egy az Isten alapján lévő dolgok összetartanak bennünket, és tudunk egymásról, családtörténet szempontjából is mindig elmesélgetjük azokat a dolgokat, amik a család hagyományait felszínen hozza, felszínen tartja, és ezek az összetartó erők biztosítják azt, hogy a nehézségek ellenére mégis egy jó családi összejövetelt tudunk tartani a jelenlegi helyzetnek megfelelően. 52 éve házasok már feleségével, Margitkával. A szeretetről már sokat beszéltünk, de most akkor a karácsony szenteste az úgy néz ki, hogy kettesben fog eltelni. Ilyenkor is fontosnak tartják a személyes ajándékot? Hát azt megoldjuk előtte egyébként, eljutatjuk a gyermekeink részére, vagy az unokák részére adják át, megelőzésükre is át fogjuk adni, megtaláljuk a módját annak, hogy a legkisebb veszélyforrással tudjuk eljutatni ezeket a ajándékokat a családtagjai részére, hogy azért legyen benne olyan meglepetés, olyan érték, ami értékőrzővé teszi ezt az ünnepet, a különlegességét pedig hát nyilván majd a későbbiekben visszatérve a dolgokra, akkor tudják értékelni, de nem hagyjuk ki, mindenképpen alkalmazkodunk a körülményekhez.
És én erre is gondoltam, hogy önök ketten egymás milyen személyes ajándékkal, tehát azért figyeli, ahogy mondta, az unokákat is figyeli, hogy mit szeretnének egész évben így elhallásukból, egy-egy mondatból, de mondjuk mennyire tud ilyenkor még olyan ajándékot venni a feleségének, amit még nem vett, vagy mennyire figyeli, hát hogy tudom, ő mire vágyik? Tudom, hogy eddig mit vettem, mert tudom, hogy mit akarok venni, mert tudom az, hogy milyen igénye van. Tehát ennek megfelelően fogok eljárni ebbe a dologba, gondolom ő is. Általában megszoktuk oldani ezeket a dolgokat, és olyan jellegű személyes értéket felszínre hozó dolgokat szoktunk előtérbe helyezni, ami tulajdonképpen a család összetartozásának egyik alapját, hiszen mi vagyunk ketten a családnak jelenleg a legidősebb tagjai. Ezzel személyes példát is kívánunk mutatni egyrészt, másrészt pedig szeretnénk mégis olyan helyzetet teremteni, ami tartósá teszi továbbra is a kapcsolatot. Beszéljünk azért az önök rokonairól is, hiszen testvérekről, sógorokról. Velük hogyan tudnak ilyenkor kommunikálni majd szenteste? Hát telefonon tudunk beszélni. Akik Magyarországon élnek, ott könnyebb a helyzet. De a egyik része a rokonságnak, a hubai részen laknak Szlovákiába, Dél-Szlovákiába, a Rimaszombati járásba, Tornaja mellett. A édesanyám családi ága az pedig a Kárpátalján, a legmagasabb Beszkideken laknak. Hát sajnos nem tudunk eljutni, ott később van egyébként a karácsony, mint nálunk, de a kapcsolatot mindenki telefonon tudjuk tartani. Személyesen majd akkor, amikor elmúlnak ezek a nehéz helyzetek, és ők ugye görögkatolikus vallásúak, és ott a szertartás sokkal hosszabb, sokkal összetettebb, de nyilván, mint keresztény vallás, az egyértelmű, és ugye a időpontja az későbbre esik a ottani karácsonynak, de nyilvánvaló ahhoz képest, ahhoz alkalmazkodunk, és így meg fogjuk tudni oldani a dolgokat. A gyermekeink egy része Budapesten él, ott tanulnak, ővelük pedig, ez az unokáink, ővelük pedig nem valószínű, hogy hazajönnek, hanem ott lesznek, és hát majd úgy próbáljuk megoldani videón keresztül a kapcsolattartást. Lesznek-e olyan ételek, amelyek nem magyarok, tehát amit esetleg a szülői házból hoztak és elkészítik? Hát én mindenképpen főzök egy borscsot, egy olyan káposztaleves, ami nagyon kedvező és nagyon finom, jó ízű. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az összetartozásba ráirányítsa a figyelmet arra, hogy van egy olyan családtag csoport, akire így tudunk emlékezni. A Margitka részéről pedig a töltött káposzta az, ami a hajdúságból eredően mindenképpen a főételnek számít, ez is fogunk főzni, ez a saját maga mindig fenntartja ezt a dolgot, és ebből is juttatunk a család minden tagjának. Hát akkor azt gondolom, hogy már csak a jó időt kell, és azt, hogy mindenki vírusmentesen és egészségesen élje meg ezeket a karácsony előkészületeit, és a karácsony ünnepeket is. Ehhez mi jó egészséget kívánunk önöknek. Köszönjük szépen, és minden nézőnek, hallgatónak mi is ezt kívánjuk. Boldog karácsony ünnepeket, és boldog új esztendőt!